1991. május 16. Ezen a napon vette nyilvántartásba a Fejér megyei bíróság önálló szervezetként a székesfehérvári szegényeket támogató alapítványt 78-as sorszám alatt. Az évforduló közelettével minden évben születésnapi rendezvényt tart a SZETA, idén sem volt ez másképp. Nagyon sok minden történt az elmúlt 27 évben, amióta a SZETA székesfehérvári szervezete meghatározó szereplője a város közösségi életének. Szociális szolgáltatásaikkal aktívan segítik a rászoruló családokat, céljuk a hátrányos helyzetű emberek kiszolgáltatottságának csökkentése, a közösségi szolgáltatások bővítése Fehérváron és környékén. Az alapítvány számos különféle támogatásban részesít rászoruló székesfehérvári családokat. Ennek érdekében szívességi szolgáltatáscsere programokat, helyi termékprogramot, rendszeres élelmiszer, ruha és bútoradományosztást szerveznek, mentális és szakmai segítséget nyújtanak évek óta, ezzel is segítve a helyi közösséget. És minden évben eljön egy nap, amikor a SZETA egy kicsit saját magát ünnepli, a csapat tagjai és szakmai partnerei összegyűlnek, hogy a szervezet születésnapja alkalmából közösen idézzenek fel szép vagy nehéz, de mindenképpen emlékezetes pillanatokat. A program fénypontja pedig a SZETA által alapított, most már hagyományosan minden évben átadott Csengő Szó díjazottjának megnevezése. A díjátadás természetesen ebben az évben sem maradhatott el. Az idei díjazott Magyar János, a Család és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa lett, aki több mint 15 éve tevékenykedik a fehérvári rászorulók szolgálatában, ahogy a róla szóló méltatás fogalmazott, erőt, energiát és a derekát nem kímélve.